Drága Vorovkov úr, itt van az unokaöcsém, Avroszimov Iván. Becsületes fiatalember. Kérem, vegye pártfogásába az én szeretett rokonomat. Kedves barát! Ön a veszett pártütés vészterhes óráiban puszta kézzel harcolt a cár életére törő gaszpickókkal. Példát mutatva honfitársainknak. Megtiszteltetés számomra, hogy kedves barátját, kedves rokonát nehéz, de magasztos pályára indíthatom. Avroszimov úr, kedves barátom! Ebben a meghitt percben, amikor jövendő hivatása fenkölt jelvényével erős nyakát ékesíthetem, gondoljon egyetlen dologra, egyetlen lényre, akiért semmilyen áldozat sem hiába való, akiért öröm az élet és boldogság a halál. Nem folytatom, ön úgy is érzi, hogy kiről beszélek. Térdre! Ivanovics Pestel, ezredes. A fotel. Neve. Tegnap előtt már mondtam. Neve. Nem ismer meg, Csernisev? Neve. Pavel Ivanovics Pestel. Rangja. Ezredes. Bevallja, hogy a cár... Avroszimov úr, miért nem írja? Tegnap már leírtam. Most is írja. De hát, ez ugyanaz. Akkor is. Tulcsinóban mi csak baráti összejövetelt tartottunk, és ha nem lettek volna ott a cári gárdisták, az szép csendben le is zajlott volna. Tagadja, hogy a titkos társaság tagja? Soha nem voltam tagja a titkos társaságnak. Igaz, hogy ön pénzelte a titkos társaságot? A barátaimnak gyakran adtam kölcsönt, de ők sem voltak tagjai semmiféle társaságnak. A titkos iratok... Nem tudok semmilyen titkos iratokról. Ön megszövegezett egy úgynevezett új orosz törvénykönyvet, amelyben cárellenes nézeteinek adott kifejezést. Nem szövegeztem. Nem adtam cárellenes nézeteimnek kifejezést, mert nincsenek cárellenes nézeteim. Nem vagyok tagja semmilyen titkos társaságnak. Nem szerveztem semmilyen... Bonaparte ellen is harcolt, és mégis gonosztevő. Gonosztevő. Semmit nem értem. És ha akkor mi győzünk? Úristen, és ha ő győz, ha ő az uralkodó? Soha semmilyen bűnös társasághoz nem tartoztam. Még kevésbé tudom megmondani, mi volt annak az igazi célja. Hogyan képzelte el az ön társaságot? Minden érzése az arcára van írva. Milyen vörös, bizonyára vidéki, farkas, igazi farkas. A fennálló rend szétrombolása volt, igaz?
Na jó, uraim, mára befejeztük. Bravo, fel! Egy, kettő! Ezredes úr. Az történt valami? Ma sem vallott, kegyelmes uram. Ma sem vallott. Holnap megint itt kell ülnöd. Nem könnyű az állami szolgálat, fia. Az ember fáradt, törődött, és itt kell ülni. Nem gyerekjáték, de itt kell ülni. Egyetlen tárgyalás se zajlott le nélkülem az utóbbi 30 esztendőben. Nem bizony. Muszáj itt ülnie, kegyelmes uram. Mi van? Arra gondoltam, kegyelmes uram, hogy ez itt úgyis csak színjáték. Hiszen tudjuk, hogy bűnös. Akasztófára velük azonnal. És akkor mindenki otthon maradhat. Ez az igazságszolgáltatás. Mi nem játszunk. Kegyelmes uram. Avroszimov Iván írnok vagyok. Sorompót az írnok úrnak. Micsoda óriás. Nem fárad el a kezed a körmölésben? Bizonyára zsibbatra ülted a becses fertályodat. Nem félsz attól a gonosz tevőt? Nem, nem félek. Örülök, kegyelmes uram, hogy szolgálhatom az uralkodót. Csak ugyan? Sajnálom azt a szegény pesztyelt, jó parancsnok volt. Nem tudnád megmondani, mi zökkentette ki a kerékvágásból? Nem tudom, kegyelmes uram. Bizonyára az ördög szállta meg. Az ördög? Ha egy hónappal ezelőtt találkozik veled, és földi paradicsomot ígér. Gondolom, boldogan rohansz utána, mi? Nem, kegyelmes uram. Nem. Az ő ígéretei egy fikaszt nincs sem érnek nekem. Én tudom a kötelességemet. Parancsoljon. Te fiatal vagy, Börös, és nem félsz semmitől. Bizonyára a barátaid is fiatalok, és mással sem foglalkoztok, hogy hogyan tudnátok kiforgatni a világot a sarkából. Nekem nincsenek is itt barátaim. Isten őriz. Csak ugyan gondolod, Pesztyelnek se? Vagy egyedül agyalta volna ki a 25 esztendős katonai szolgálat elvetését, mi? Azt nem lehet elvetni, nem, azt nem lehet. Úgy látom, te rokon szenvezel vele. Stöprengsz, hogy s mint. Nem kérem, dehogy. Ugyan miért nem? Különös. Ha most azt mondtad volna, hogy rokon szenvet érzek iránta, de igyekszem elfojtani, akkor elhinném. Hisz sok te nálad okosabb, tisztességesebb embert is bűnbe vitt már. Én odaadó híve vagyok az uralkodónak. Az uralkodónak. Igen. Az uralkodónak. Az uralkodó eszme. A fontos mi lakik a szívedben. Az uralkodó. Most nőhöz sietsz mi. Na menj el egy. Kegyelmes úr, parancsoljon. A réme. Állj! Na, fog. Nye! Huszonöt esztendő. Bizonyára megvan az értelme, hogy maga az uralkodó sem tudja, mennyi is az. Kihűl az étel. Vagy
Mondj, Erofeics. Mit szólnál hozzá, hogyha felszabadítanának? Mit csinálnál akkor? Mit csinálnék? Igen. Na? Én örülök, úrfi, hogy szolgálhatom az uralkodót. Ez dicséretes dolog. És ha mondjuk felszabadító levelet ígérne neked az a gonosztevő, akkor sem keltene rokon szenved benned. És sok te nálad jóval különb, okosabb embert is bűnbe vitt. Nos? Nos, mi ennek találod? Kiről? Kiről beszél az úrfi? Ha egy hónappal ezelőtt találkozol vele, és földi paradicsomot ígér neked, akkor boldogan szaladsz utána, mi? Engemek. Vasvillára. Én akkor se szaladtam volna. Hozok. Hozok még egy kis kását. Ilyen galamba, cicikős, csak egy kortot tárgyalak, egy gyönyörű csőre. De kérem! Édesanyádnak azért ne hívnek, hogy hova hoztam. Ez csak is rossz hírű helyet. Nehogy, figacskám, dehogy. Ez a fővárosi ifjúságbarát. Csupa derék nőszemély. A cár híve valamennyi. Otthon megtudják, hogy hova hoztalak. Na, édesöcsém, én itt is hagylak. Érezd jól magad. Én vagyok én már az is, mi ez? Kapitány úr, törődjön az én unokaöcsémmel. Viselje gondolat. Ki ez a hölgy? Régi kedves ismerősünk, derék nőszemély. Üljünk le. A nagybátyám azt mesélte erről, kapitányról, hogy a... Ön hőstette, be fog kerülni a történelem könyvébe. Semmiség. Szóra sem érdem. Dehogy nem, elmesélnék, kérem. Nagyon kérem, mondja. Mondja, hogyan vélekedik az ered parancsnokról? Én nem ismerem. Ne tréfáljon. Hát az nem lehet. Tényleg nem ismeri? Na? Hát honnan ismerném? Kicsoda az ön ezredese? Tudja, barátom, én nagyon szeretem a kutyákat. Szereti a kutyákat, ez pompás. Az agárkölykök iránt egyenesen beteges vonzalmat érzi. Úgy nem mondja is maga. Talán maga. Én is. Igen, most ahogy mondja, adja a magának barátom egy agárkölyk. Az ön hőstette, kapitány. Jaj, adja nekem. Úgy látom, nem találtam el az ízlését. De hogy ugye nekem adja. Nos, akkor fogadja el tőlem ezt a csekélységet. Barátságunk emlékét. Jaj, nekem is. Hálásan köszönöm. Angol. De nem is tudom, hogyan érdemeltem meg. Megvan töltve. Csúnya férfiak. Igen, de nem értem, hogy miért... Folyton ezek a férfi dolgok. Pisztolyok, párbajok, háborúk, meg minden. De mi van a szerelemmel, ó, uraim? Mi van a szerelemmel? Elnézést, uraim, elnézést! Elvél odorát akarja. Visszajövök. Nem nyilat odorát. Gyere, diszkutsam. Elment. A hölgy. Kedves teremtés. Megszerem magának a karjot? Nem, dehogy. Hogy nekem, ezt a bájos hölgyet. Hiszen neki önt kell szeretnie, hiszen ön hős. De hős. Igen, hős. Hölgyeim és uraim, figyeljenek! Egy hős van önök között. Egy hős! Egy olyan ember, aki hős és szerény. Jöjjenek ide, hallgassák meg. Hallgasson. Ő az, tessék, hallgassák meg, kérem. Hős. Milyen hős tettet hajtott? Meséljen róla, kapitány. De, na, meséljen. Képzelje, szereti a kutyákat. Rossz ember nem lenne. Marborola, mesél! Meséljen, Marborola! Csőr! Csőrtem! Marborola, mesél! Meséltek! Marborola, mesél! Hölgyeim és uraim, meg kell mondanom, az ezredesem rendkívüli ember. Igen, rendkívüli. Kemény, szigorú férfi. Nem kártyázik, nem pálinkázik. Nem érdekli a szépnek. És ez a peng? Erélyes ember. A veségbe lát. A tárgyra. Térjen a tárgyra. Nos, én tisztelem az ezredest, uraim. És határtalanul boldoggá tett, amikor jó csapattisztek nevezett. Tisztel! Hálás voltam neki. Ez unalmas, és be kell vallanom, hogy tessem. Csöndet! Képzelhetik, mit éreztem, amikor az ezredes hivatott, és azt kérdezte, megbízhat-e bennem.
Egy ilyen ember, mint az ezredes, a bizalmába fogad. És aztán azt kérdezte, tisztelem-e a cárt? Tisztelem, feleltem. Ez baj. Ezt mondta az ezredes. Ez baj, mondta, és mélyen a szembe nézett. A cárt meg kell ölni. Pesztyel! Igen, Pesztyel, ő az ezredes. Folytassa, Majborda. Én lángolóan szeretem az uralkodót, atyuskánkat, a hazámat, uraim. A pillanat az diktálta volna, hogy lőjem le az ezredest. Ott, azonnal. Örlődtem, uraim, igen, éveket öregettem egyetlen perc alatt. És akkor az ezredes megkérdezte, egyértek-e vele. És én azt válaszoltam, hogy egyetértek. Nem tehettem mást. És önök a megmondhatói, hogy helyesen cselekedtem. Ha nem ezt teszem, ma is itt lennének közöttünk, és arra még gondolni sem merek, mi történt volna a cárral és a hazával. Éljen, Majborod a kapitány! A hon megmentője! Kezet emeltek az uralkodó. Te az uralkodó, Isten? Neki is csak egy helye van, csak két lába. Regényírással nem próbálkozott még Majborda. Mulassunk, uraim! Mulassunk. Hová ment az a csodálatos? Igen, Milodóra. Milyen aranyos. Én nem vagyok önmagának kisfiú. Ki maga? Nemes vagyok. 200 jobbágyom van. A cáratyuskát szunkálom. Megbocsásson, hogy ilyesmit merészelek. Na? Az előbbi hölgy ugye már hajadon. Milodóra, Jöjjön, üres a padlás! Nem kéne szólni neki, hogy hagyja abba. Lehet, hogy már mennünk kéne. Talán sok neki a bánat. Na jöjjön már, ajaja, úgy, na jöjjön, na. Jöjjön már, na. Egy kis sokat ittam, sokat ittam. Édesanyám mondta, hogy... Hogy ne így a fővárosban isznak, vidéken is isznak. Na jöjjön már. Megyek, de csak akkor, hogyha pecsületszalát adja, hogy magáska hajadon. Hajadon, hát persze, hogy hajadon. Mi az olyan, elvesznek felségi. Csodálatos vagy. Na, adjál vodkát, adjál már vodkát. Mi az olyan, én szerelmes vagyok. Ez Péter már olyan titokzatos és nagyszerű. Itt Dézsából isznak. Milodóra, légy a feleségem. Hazamegyünk a falunkba. Hozzám, és gazdálkodjunk. Megsértette, Delfinia. Lobo. Uraim. Hozzák a teállat. Annyit bátorkodtam mondani. Az én Delfiniámat. Mi Delfiniánkat, az isteni Delfiniát. Milodóra! Hol vagy? Milodóra! Na, hol vagy, a fiatal úr. Semmit, csak tessékeld ki gyorsan ezt a hölgyet, majd addig én itt elbújok, jó? Thank you.
Az ördög tudja, hogy került ide. Reggel kereste egy hölgy. Kicsoda? Milyen hölgy? Nem üzent semmit? Nem volt hajlandó. Hogy megváltozott? Vagy én? Ő rá legalább rá lehet nézni. Jaj, csak nem sajnálatért fordulok hozzá. Lehet, hogy gyengülök? Jeleket ad nekem. Fordulj el tőlem, te sátán! Egészen felkavarsz! Ebben a rőt írnokocskában mégiscsak van valami megnyerő. Olyan átlátszó, mint az üveg. Bár Isten őrizzen attól, hogy a puska veszélye elkerüljön valaki. Mert az ilyen tapasztalatlan fiatal emberek alig, hanem képesek agyonverni bárkit, ha arra tanítják őket. Ejha, ezek összeesküdtek. Te is fölesküdtél volna rám, boldogan, gróf úr, ha kikiáltatom magam cárnak. Magasra repültem, nagyon magasra. Csak le ne zuhanjak. Figyelem! Kettes oszlop! A következő tanú. Jöjjön! Nos, kapitány, vallomást kíván tenni, vagy tévedek? Igen, igenis. Pesztyel ezredes attól kezdve, hogy felvette a társaságba. A titkos társaságba. Igenis, a titkos társaságba. Több alkalommal átadta nekem a fogalmazványait és a leveleit másolásra. Az úgynevezett új orosz törvénykönyvet is? Igen. Az új orosz törvénykönyvet is. Én vittem el a kijevi kormányzóságba, de aztán át kellett adnom a Bobriscsev fivéreknek. Ők rejtették el. Bobriscsev fivérek. Írja. Igen, Bobriscsev fivérek. És ön, kapitány úr, mondja, ön olvasta ezt az írományt? Igenis. És úgy vélte, hogy föl kell fedni az összeesküvést. Én, kegyelmes uram, már kora gyermekkoromban fogva... Na és mit olvasott ebben a felforgató írományban? Valóban szó van abban az uralkodóház kegyetlen kiirtásáról? Igenis, kegyelmes uram. Az háborított fel tiszta szívemből. Az adott erőt, hogy kerek egy esztendőn át... E szerint a Bobriscsev testvérek tudják az iratok helyét. Nekem nem kenyerem a színlelés, kegyelmes uram. Éppen ellenkezőleg. Tudjuk, kapitány. Tehát, a Bobriscsev fivérek tudják, hol vannak az iratok. Igenis. Hazudik! Nem igaz! Hazudik! Azt a kéziratot én rejtettem el! Hazudik! Vigyenek oda, megmutatom neki! Zajké hadnagy, kegyelmes uram. Lehet valami köze ehhez az egészre? Vigyenek oda! Kétlen, kegyelmes uram. Megmutatom, hol van elásva! Elég van, Zajké! Vigyék ki! Vigyék már! Személyesen segítettem elásni! Vigyenek oda! A tárgyalást elnapolom. Mára befejeztük, uraim. Tiszt? Aki beköpi a felettesét. Undorító. Nem ember. Nem tiszt. Egy tiszt sohasem köpi be a felettesét. Felőlem az ezredes. Halomban ülethetné fél Oroszországot. Én akkor sem köpném be. Tiszt, ura. Hát igen. Menjen innen. Uraim, kérem, a bátyám bent van. Zajkinnak hívják. Zajkinnak? Nem jössz? Nem bírom ezeket. Uram! Nem tudok segíteni, kisasszony.
A bátyámnak semmi köze az egészhez. Pestel ezredében szolgált, de nem tudott semmiről. Értsem meg, nem tehetek semmit. Néha legszívesebben köztük lennék odabent. De kint van. Az kötelez. Azok semmit nem tehetnek, de maga... De maga kint van. Tisztázni akarok valamit, barátom. Itt van a jegyzőkönyve, látja? A vallomásban titkos, cselszövő, összeesküvő, törvényellenes társaságról volt szó. Maga pedig egyszerűen titkos társaságot írt. Talán szándékosan, uram? Bocsánat, dehogy is, kifelejtettem. Hát akkor javítsa ki, jó? Igenis, uram, köszönöm, uram. Sorompó! Jöjjön ide. Fordulja meg. Aztán szintén Majboroda úr a vallomásában azt mondta, ha jól emlékszem, az összeesküvőknek ez a cárgyilkos gyülevész hada. Maga pedig mindössze annyit írt, összeesküvők. Kijavítom, uram, bocsánat, uram. Ne írjon. Már kijavítottam. De hiszen nem is írt be semmit. De beírta. Igenis, uram. Bocsánat, uram. Valami azt súgja magában, megbízhatok, mondta innapon az ezredesem. De ezredes úr. Bízom magában, mondta súgva. Itt nem lehet bizalmasan beszélni, majd nálam este, ha önnek is megfelel. Este elmentem hozzá. Az én ezredesem szerényen élt, ahogy táborban szokás. Nagyon meglepődtem, mikor szobájába lépve váratlanul rengeteg könyvet, teleírt papírlapot találtam. És akkor megláttam a faládát. Egy szürke katona pokróccal volt letakarva. Nehezen indult a beszélgetés, mert ő igyekezett belém látni. Én pedig a várakozástól természetesen izgatott voltam. És aztán egészen váratlanul, már nem is tudom, milyen gondolat folytatásaként azt mondta. Minden egyeduralom zsarnoksághoz vezet. Ez pedig azt jelenti, hogy a zsarnok önmaga szerint csalhatatlan, mindig őneki van igaza. A zsarnok is halandó, a halandók pedig nem lehetnek tökéletesen tévedhetetlenek. Következésképpen hibáikért az állam, a nép, mi fizetünk. Ma már elmúlt a zsarnokok kora, mondtam szorongva. Manapság felvilágosultak a kormányférfiak és az uralkodók. Felnevetett. Ért ön a matematikához, törzskapitány úr? Nem, mondtam. Ha értene, hozzá folytatta, egy pillanat alatt bebizonyítanám önnek az egészet. Nézzük a régi Rómát. Amíg köztársasági kormányzat volt uralmon, addig virágzott Róma. De mihelyt gyökeret vert a monarchia, létrejött a zsarnokság, vége szakadt a nép és az ország virágzásának. Ez matematikailag tökéletesen bizonyítható. Hogy egyszerűen föltárta a gondolatait ön előtt? És ön mit felelt? Megrémültem, Avrosimov úr. Miért maga talán nem rémült volna meg? Rádöbbentem, nem ok nélkül mondja ezeket a mondatokat. Így hát nekem figyelnem, sőt, helyeselnem kellett. Mindenkinek van saját feje, megvannak a maga vonzalmai. És ne felejts el, elég, ha helyesel valakinek, ha elfbarátjának tünteti fel magát, az illető már is szinte felszabadul, és... És akkor kimondta azt a szörnyű mondatot, amelytől meghűlt bennem a vér. Engem gyermekkoromtól fogva becsületességre, az uralkodó szeretetére és tiszteletére neveltek. Micsoda érzés volt nekem azon a vékony kötélen táncolnom, hogy le ne zuhanjak. Mit tehettem hát? Hogyan háríthattam volna el azt a veszedelmet, amely egész országunkat, népünket fenyegette? Hová hozott Avrosimov úr? Bocsásson meg, kapitány. A pisztoly magánál van! Ha! Kapitány úr, kapitány úr, hisz nincs itt senki! De hogy ne! Itt vannak! Kapitány úr, körülöttünk vannak! Hozzak egy kis sós uborkát. Hozz. Hozz. Megint itt volt az a hölgy. Nem üzent semmit.
Nem volt hajlandó. Ő kegyelmessége azt parancsolta, hogy haladéktalanul jelenjen meg nála. De hát miért menjek én oda énekévadján? Egész Pétervárt tűvé tettük magáért. Itt sincs, ott sincs. A gróf úr nincs valami jó kedvében. Na, mi van? Meg vagy épségben, egészségben? Úgy néztél rá, mint nyúl az óriás kígyóra. Ha nem vagyok ott, betipeksz a szájába. Tudom. Na, menj Isten hírével. Miért pont én? Kérem, kövesse. Hölgyem, boldogan. Gondolom, különösnek találja a viselkedésemet. Egy cseppet sem, drága hölgyem, parancsoljon. Megbízhatok önben? Természetesen. Ha azt kívánja, hogy igyam ki a jeges névát, én már is indulok. Önnek tiszta a szeme. Becsületes a homloka. Na de, beszéljünk nyíltan, ahogy régi barátokhoz illik. Én napok óta követem önt. Igen, üldöztem önt. Nem törődve a barátaim, rokonaim véleményével, a helyzetemmel. Na de, ne is beszéljünk erről. Maradjon örökre titokban az azok, amiért én oly gyakran vártam önt a Péter Pál erőd előtt. Hol? Követtem önt, igen. Követtem. Még a lakásán is jártam. Ön az? Igen. Ígérje nekem. Ígérje meg, hogy a barátom lesz. Minden megígérek. Inna valamit? Nem, köszönöm. Ugye nem bánta meg, hogy ide jött? Nem, dehogy. Ön esetleg részt vesz a tárgyalásokon? Igen. Ne talán fontos pozíciót tölt be. Írnak vagyok. Istenem, micsoda szörnyűség. Annyi vallomás is. Mindegyik bevallja a bűneit. Hát általában bevallják. Általában? Van, aki hallgat? Például Pesztyel. Ő hallgat. Ne mondja, hallgat. Igen. Nem van? Hát, minek erről ennyit beszélni? Itt vagyok magánál, itt hevedek a lábainál. Képzelj el, hogy ön tiszt. És van egy bátyja, aki szintén tiszt. Már évek óta nem találkoztak, és egyszer csak kiderül, de szörnyű még kimondani is, hogy a bátyja áruló. Hogy? A gyanú önre is kiterjedt, pedig ön tisztességesen szolgált. Mondja, el tudja ezt képzelni? Jó esik, kedvesem. Nem zavarom? Jó estét, fiatalember. Én csak úgy véletlenül, mint egy erre járva. Vladimir, bemutatom neked. Avrosimov Iván, írnok. Azon kívül 200 élek gazdája. Pompás fiatalember. Örvendek. Az erődben dolgozik. Igazán? Ott teljesítek állami szolgálatot. Szörnyű lehet ez az összeesküvés. Szörnyű. Én hajdan szerettem a bátyámat. Ugye tudja, igen, testvéri érzelemmel viseltettem iránta. De most megvetem. Én a lázadás első pillanatában jelentkeztem a cárnál, és az ő kimondhatatlan kegyelméből nem kellett a bátyám ellen vonulni. Kitaláltam. Rájöttem.
Pesztyel ezredes az ön bátyja. Úgy van. És most képzelje, kígyót békát kiabálnak rám. Hogy én bennem nincs testvéri érzés. Hogy én akár meg is öltem volna a bátyámat. A cár rögtön előléptetett, de én szenvedek. Az én gyötrelmeimhez képest, higgy el, semmisége, hogy szegény bátyámat cellában vergődik. Én is szenvedek? Borzalmas. A cár iránti hűségem nem engedi, hogy segítsek szegényen. Ettől szenved. És szenvedés látnom a szenvedését. Én meg fogok tébolyodni. Nem bírom tovább. Mit segítetek, asszonyom? Mondja meg! Tűzbe megyek kegyedért! Szökjünk meg! Hazaviszem falura, ott fogunk élni kettesben, távol a világ zajától. Talán! A kedves férjét is magunkkal visszük. Ő vadászni fog, mi addig egymás kezét fogjuk a kandalló előtt. A kandallóban lobog a tűz, durzsol a tűz. Asszonyom, remélhetek. Én meg fogok tébolyogni. A cár okkal gyanakodhat rám. Hát, ha a bátyám engem is beszervezett. Nem mondott valami ilyesmit a tárgyaláson? Nem, nem mondott semmit. Én meg fogok tébolyogni. Menjen, menjen, kedves. Kedves... Avrosimov. Igen. Menjen. Menjen, kedves Avrosimov úr. Menjen. 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 Avrosimov úr! Avrosimov úr! Ő kegyelmessége, Tatyiscsepulov azt parancsolta, hogy haladéktalanul jelenjen meg nálam. Már 4 órája várok önre. Tessék! De hiszen most voltam a gróf úrnál. Én erről nem tudok semmit. Az a parancsom, hogy vigyem oda. Mindenütt keresik már magát. Itt sincs, ott sincs. Irnok úr, hamar feltalálta magát. Gyerünk! Indulás! Yes. Elnézését kérem, uram. Nekem parancsom volt, hogy idehozzam. Tudja, én is szíves mennék magával kiásni azokat az iratokat. Fontos megbízatás. Na, jó utat, írnok. Így könnyebb lesz. Köszönöm. Tessék, így jó. Ez az egész nem volna. Ez az egész szomorú eset. Ha csak egyszerűen útnak indulnánk. Hármasban.
Mondjuk önhöz, kapitány úr. A birtokára. És ott persze várnak bennünket. Ön költő. Csodálatos az idő. Az asztal terítve. A háziak kijönnek, hogy fogadjanak bennünket. Mindnyájan örülnek nekünk. Folytassa. Folytassa annál is inkább, mivel valóban át kell utaznunk az én birtokomon. Igen, igen. Ott szállunk meg éjszakára, uraim. Mi nem fulladoznánk egy füllett postállomáson. Na, folytassa. Eddig minden pontos alá. Levetjük a kabátunkat. Letelepszünk az égő kandalló előtt. Ételt, italt hoznak nekünk. Hagyjuk, vannak rokonai? Egy húgom. Nastyenka. Nastyenka is ott van köztünk. Biztosan szép hölgy. Nagyon szép. Ön az áldását adja ránk, hadnagy úr. Aztán itt dogálunk. Béke van. Nyugalom. És mi még egy vendéget várunk, aki bármelyik pillanatban megérkezhet. Vendéget. A sors nem nagyon kényeztet el bennünket gyakori találkozásokkal. Ugyan kérem. Hát találkozhatnak manapság gyakrabban, akiknek ilyen gondjaik vannak. Én már-már egyetértettem az ön köztársasági nézeteivel, de az elengedhetetlen cárgyilkosság gondolata elidegenít öntől. Miféle köztársaság, ahol ül az egyeduralkodó még a bukottan is? És mit rimánkodik? Talán erőszakkal vonszolta önt hozzánk valaki? Itt van Szlepszov kapitány, a tökéletes ellentéte önnek. De én besülni tudom az ellenségeimet is. Már hogy volnék én ellenségem? Lehet, hogy sokkal inkább barátja vagyok, mint sem gondolnám. Látja, hogy kellemes itt ülni a melegben. Jevezni a beszélgetést, a grogot. Ha pedig megvalósulnak a tervei, ezredes úr, akkor nem lesz többé semmi efféle, hanem csak hideg lesz, vérontás. Testvérgyilkosság. Micsoda badarság. Egyszerűen arról van szó, hogy akkor mindenkinek jut majd grog. Éppenséggel ez a badarság. Mert sohasem jutott mindenből mindenkinek. Ez lehetetlen. Meg aztán... Minek a pórnépnek a grog? Jaj, nem a grogról van szó, hanem... Arról, hogy amikor majd eljön a népkormányzat. Már engedem. A népkormányzat is csak hatóság. Ma az egyiknek rossz, holnap a másiknak. Hát akkor most mi értelme van az ön szavainak? Tehát ön a rabság híve. Pedig a monarchia megdöntésének eszméje a levegőben van. Ez nem az én találmányom, tehát nem is az én bűnöm. Én csupán megláttam és megértettem ezt. Az én tevékenységem a történelmi szükségszerűségnek és nem holmi hibás nézeteknek a következménye. De ismeri, hogy tévúton indult el, amikor zsarnokságnak nevezte az egyeduralmat? A korlátlan hatalom mindig zsarnoksághoz vezet. Én nem tévúton haladtam, csak egy kicsit siettem. A több ismeretlen egyenlet úgy látszik, nagyobb kitartást követel. Nem. Nem, nem. Én nem látom, hogy akármelyiküknek is igaza lenne. Nincs igazuk. Egyiküknek sincs igaza. Egyiküknek sincs. Nincs igazuk. Egyiküknek sincs. Nincs igazuk. Nincs. Nincs igazuk. La 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 la.
Péterváros folyik, az mind balanság, az itt nem érvényes! Barátaim, ez az igazi élet, a tiszta falusi élet. Itt nincs hadbíróság, nincs pesztyel, nincs vádlott a padja. Az anyu, ő remélhet. Ennyit a körülmény, hogy kiássa az iratokat. Önt fel fogják menteni. Prosit! Kapitány úr! Önt ugye szeretik a jobbágyai? Kérdezze meg tőle! Kérdezze meg! Rossz-e nekik, hogy a szolgálj? Kisasszony! Kisasszony! Dugyasra! Ide gyere! Kisasszony! Ön olyan szép kisasszony! Kérje meg a kapitány urat, hogy szabadítsa fel! Most jó kedvében van, utána elveszem feleség. Nagyon jó! Dunyasa, elej az úrnak. Akarod, hogy felszabadítsalak? Dunyasa, most mindjárt meg is írhatjuk. Hé! Ide mindenki! Akarjátok, aláírom az üres papírt. Aki szól, annak fölírom a nevét. Itt az a két kiváló férfiú, majd ők taluskodnak. Na, jelentkezzék, akik foglalkoznak. Dunyasa, kedves, mondjon már valamit. Na, szóljon már. Én csak is ő szeretem. Én csak is ő szeretem. Hallották? Dunyasa! Ismételsek meg még egyszer? Én csak is ő szeretem. Nem! Hát mondtam én az uraknak! Ez egészen más, mint Péter Vár! Ez az ős eredeti, romlatlan falus élet! Kedveseim! Én szeretlek benneteket! Szeretlek benneteket! Már valami? Semmi, uram. Tudtam. Micsoda szörnyeteg. Kell monstrőzni. Kuss! Ön nem ítélheti el. De igenis elítélhetem, és megismerem tenni. Rendőrfőnök úr, már az ötödik gödröt ássuk, és tessék megint avar. Orrunknál fogva vezetnek bennünket, mint holmi gyerkőcöket. Próbáljuk meg holnap. Írnok úr, hagyja. Kapitány úr, ön olyan volt hozzá, mint a bátyám, mint az apám. Én meg mindent tönkretettem. No. Sose láttam a kéziratot, csak hallottam róla, de nem én ástam el. Szóval maga nem látta a kéziratot? Nem. Valakitől hallott a kéziratról? Kit? Ha őszinte lesz, elintézem, hogy azonnal felmentsék. Most? Kitől hallott róla? Ártalmatlan teremtés. A cár feltétlen hív. A nevét? A nevét. A szavát adta. Igaz, kapitány? A nevét. A nevét. Ne, szabad leszek. Ne. És neki nem lesz bántódása. A nevét. Ő Nastyenka Zajkina. Az én édes húgom. Meg sem tudtunk hiába írni, úr. Lehet, hogy a végén még kitüntetést is kapunk. Na jó, maguk elmehetnek már. A mozgás, másszon fel már a kocsira, mire vár. Emberek, befejeztek. Indulunk vissza, Pétervár. Még egy lázadót lepleztünk le, írnok úr. Te sokkal jobb, mint ha megtaláltuk volna a kéziratot. Hát képzelj, ha megtaláljuk a kéziratot, és nem az van benne, amit várunk. Na, gyerünk! Indulás! Csapja lovak közé! Talán megúsz egy kis száműzetéssel. Na, fel a fejjel, öregem! De hát a szava... Kapitány úr! Mi van? A kulcsot. A bilincset. Vegye le a kezéről. Most mit kell tennem? Tegye föl a saját kezére. Avrosimov úr, ennek semmi értelme. Higgy el. Ön hazug ember. Becstelen ember.
Ön szabad, hadnagy úr. Mehet, ahová akar. Hallotta, hadnagy úr? Ön szabad. Hé, megállunk! Mit csinálunk? Menjünk a barátaihoz, a társaihoz, akik a hazáért küzdenek. Én is magukkal tartok. A kapitány urat kirakjuk a kocsiból. Én pedig csatlakozom önökhöz. Én mélyen tisztelem önt, hadnagy úr, és azt hiszem, Pesztyerezredes is mélyen tisztelem. Igen, ő hős. Fogadjanak maguk közé. Én ebben nem veszek részt. Kérem, uraim, könyörgöm, tegyék vissza a kezemre a bilincset. Kapitány! Ne mozduljon! Isten őriz! Avrosimov, viseltessen könyörülettel irántam és szegény ugom iránt. Tegye vissza a kezemre a bilincset. Kit látnak szemeim? Avrosimov úr! Jó estét kívánok, főhadnagy úr! Figyelj rám, Balambocskám! Bizalmas forrásból úgy értesültem, hogy ön bizonyos nemes cselekedet végrehajtására készül. Ne tinkulódzik, én a barátja vagyok, és segítek önnek az akció végrehajtásában. Csak egy kis pénze lenne szükség. Végtelenül örülök, Botorlin úr. Annyit csalódtam az emberekben. Bizony, bizony. De hát itt van ön. Mégiscsak van emberség a világon. Ennyire van szüksége? 500 rubel. Elég lesz. Sajnos csak 400 van nálam. Baj. Nagy baj. Ha nem baj, adja ide. A többit majd megszerzem én. Holnap éjjel 2-kor találkozunk Delfiniánál. A részletek tisztázása végét. Avrosimov! Jó estét, főhadnagy úr! Ülés, látjuk! Senki? Nem hiszem, miért? Értesültem a tervéről, és egyetértek vele. Már mindenki tudja, de hát kitől? Mindenki? Botorlin úr is velünk van. Persze, tudom. Azt is tudja, hogy éjjel 2-kor. 2-kor? A részletek elintézése céljából. Hogyne, tudom. De addig is cselekednünk kell. Embereket fogadunk? Fegyverszerzünk? Csak az a baj, barátom, hogy tegnap minden pénzébe telkártyáztam. Hát nekem sajnos már nincsen, odaadtam Botorlin úrnak. Igen? De van egy váltóm. 200 lélek gazdája vagyok. Majd éjjel kitöltöm is. Félszerű volna. Jó, mennyire van szüksége? 1000 rubel elég. Igen. Ja. Jó. Jó, jó. Olyan szerencse, hogy ilyen félelmetes a külsőm. Igen. Ez most jól fog jönni. Nagyon félelmetes. Tehát éjjel 2-kor Delfiniánál a jelszó titoktartás. Titoktartás, igen. Viszlát, viszlát. Most jövök a tajgáról, drága Amália. Az ezredes. Borzasztóan aggódom. Én mindig tudtam, hogy fegyelmed méltó a hódulatra, a szerelemre. Ne aggódjék, van remény. Remény? Van remény. Istenem. Néhány ember kell csak. Istenem, hát én már csak imádkozni tudok. Kivégzik, hogyha nem teszünk érte valamit. Na és a következmények? Alig, hogy megérkeztem, Borovkov úr utasított, hogy kérdőíveket adjak át az ezredesnek. Ez már a vég. Egy-két bátor hazafi biztosan ismeri eneket. Este újra eljövök. Drága Amália, olyan boldog vagyok, hogy tehetek önért valamit. Isten áldja. Parancsoljon, írnok úr. Mindig csak lefelé. Politikai foglyok. Méghozzá egy ilyen. És milyen rigolyássak! Az arisztokraták például nem eszik meg a fekete kenyeret. Hát hallottak már ilyen? Hiába könyörgök neki. Egyél, galambocskám. Hát egyél csak nyugodtan. Tied az. Tied. Finom az a kenyérke. Aztán vannak, akikkel szigorúan kell bánni, uram. Belefájdul a fejemben, mindig összekeverem, hogy kivel bánjak keményen, kivel engedékenyen. Mindugig van, uram. Van, amelyikben csak állni lehet. Azelőtt egy-két vendégünk volt csak, de most század, meg ez. Én meg
Hogy is mondjam, egyetlen garassal sem kapok többet, mint régen. Azt a foltot nézi, uram. Hát az káposztaleves. Rosszul van, uram? Hát igen. Ez a bűz, ez borzasztó. Ezredes úr. Tessék. Szíveskedjék átvenni a kérdőíveket. A kérdőívek. Szólni kéne a főfoglárnak. Jól van, megyek már. Ezredes úr, engem bánt, hogy ön itt van. Azt hittem, hogy maga gyűlöl engem. Minden elő van készítve. Talán még ma éjszaka behatolok néhány hazafival. Ne folytassa. Jézusom, nem hisz nekem. Csodálom önt. Nem húzta ki önből egyetlen szót sem. Kihúzta. Nem hiszem. Kérem, könyörgöm, ne féljen tőlem. Nincs időnk. Azt mondanák, megszökött a felelősségre vonás, elölte át bűnös. Hol bujkálnék aztán? Szibériában? Ilyen ítélet várható. Lefokoznak. Én rajongok önért, ezredes úr. Hadd segítsek önnek. Ha tolmácsolná egy kérésemet a főfoglárnak. Örömmel. A szomszéd cellában időnként nagyon üvöltenek, nem hagynak aludni. Szólnak már nekik, viselkedjenek fegyelmezetten, katonákhoz méltóan. Megmondom. Kielemeztem a nemzetközi helyzetet. Őrültség lenne most a részükről, ha helytelen lépés volna, ha lefokoznának. Megrendíteni a hadsereget. A közkatonák kételkedni kezdenének a feletteseikben. Kitörne az anarchia! Szóval maga tartóztatta le a hölgyet, Vranyicki? Igen. Á, és milyen volt? Ártatlan. Vranyicki úr lovagias ember. Nem szívesen beszél róla. A jégyszentségét megint vesztettem. Érdekes, én folyton veszítek. Uraim, önök meg fognak rajtam tollasodni. Szóval? Hogy is volt ezzel a Nastyenkával? A hölgy nem lepődött meg, csak azt kérdezte, minek köszönheti a szerencséjét. És megmondta neki? Nem. Én megmondtam volna. Lovagiasságból. Nem mondtam meg. A hölgy előtte arra kért, ha Istent ismerek, járjak közbe szegény bátyja érdekében, aki szerinte ártatlan. Hiszen ő maga kötte be. A síros Zajkin. Nincs ezekben morális érzék, uraim. Ha én megveszítek, főbe lövöm magam. Az lehet, hogy az irántunk való barátságból maga veszíteni fog. De hogy nem lövi főbe magát, azt lefogadom bármibe. Én már főbe lőttem magam. Jó van. De ha óhajtják. Fogadjunk, hogy én előbb lövöm főbe magam. Na, ez érdekes. Ebbe fogadhatunk. Fogadjuk. Én is. Szerintem megteszi. Uraim, önök részegek. Hát aztán. Én arra fogadok, hogy nem meri. Maga mire fogad Maiboroda? Na? Nem is tudom. Szerintem megteszi. Bár
Az élet mindennél fontosabb. Én az életére fogadok. Slepcov kapitány, maga még nem tette le a garast. Ebben nem veszek részt. Nem? Igazán? És Nasszenk az Ajkina? Nem ismerem. Hát az öccsét. Uraim, uraim! Azt javaslom, dobjuk be minden pénzünket, hogy... Jó. Krupnikov szerint megteszem, a többiek szerint nem. Krupnikov! Én magát szívből gyűlölöm. A többieket magánál is jobban. Csúnya ember, hát hogy mondhatjuk? Most elmondom, kit miért utálok. Majborod a kapitány, magát szívből megvetem. Mert nincs szakálla. Nézzétek csak! Avrosimov úr, megérkezett a mi régi barátunk. Á, kedves barátom, üljön a helyemre. Talán rosszkor jöttem. Á, édesem, de régen láttam. Az aranyos lovag, hogy lefogyott, és milyen sávat, ugye? Menjen innen, maga szerencsétlen. Ranyiszki úr egy kicsit berugott. Ő az egyetlen, aki nincs beavatva a titokba. Ért engem, ugye? Maga tényleg ilyen hülye, vagy csak tetteti? Még nincs ilyen kettő, barátom. Addig is játszik velünk. Ha nincs pénze, váltót is elfogadunk. Írnok úr! Írnok úr! Jöjjön ide! Na, ide. Vagy hülye legyen valaki, vagy okos. De ha okos, nehogy akkora lelke legyen, mint nekem. Avrosimov úr, ön engem többször megsértett. Ez vért kíván. Kapitány, mire való ez? Az emberek hülyék vagy aljasok? Maga miatt csuktak le. Na, vegye fel a kesztyümet. Barátom, ne törődjön az ilyenekkel. Üljön közénk. Itt van tinta, toll, papíros. Ha netántán pénzzavarba szenvedne. Én már mind a 200 lelkemet eladtam. Éppen örömnek, uraim. Az ügy érdekében. Ügy? Milyen ügyről fecseg maga szerencsétlen? Hát hol van itt ügy? Unatkozom. Csernisev tábornok ma délelőtt figyelemre méltó dolgot mondott. Vélekedése szerint Pesztyel és társai arra kényszerítették az uralkodót, hogy legjobb igyekezete ellenére legalább 100 évre befagyasszon minden evolúciót. Azt hiszem, uraim, ez mélyen igaz. Írnok úr, jöjjön el! Jöjjön, Sklepcov! Szálljon be a partiba! Ma? Na, magahoz, Ranyiszki! Én több mint másfél tucat megbízható embert szedtem össze, és maga? Én egyet sem. Nem? Azt hittem, önök szervezik. Azért adtam a pénzt is. Egyetlen hasam sem maradt. Kár, kár. És a megbízói? A megbízóim. Krupnikov! Az úr azt állítja, hogy egyedül akarta kiszabadítani Pesztyel ezredest. Tudtam én, mondtam is, de nekem nem hittek. Engem is megkörnyékezett. Tagadja talán? Nem. Ki akartam szabadítani. Mert önök mind. Édesem, mit hallok magáról? Mind valamennyien. Kis lovag, maga az antikrisztus. Igen. Önök egytől egyig. Ez tényleg egyedül. Krupnikov, kísérje el ezt az urat. Igen, igen. Maguk. Na, jöjjön. Mind egy szálig. Gyerünk! Gyerünk! Tudják! Valamennyien! Maguk csalnak!
minden oroszok cárja nevében. Önt, Avrosimov Iván! Hazaárulás, felségsértés, lázadás és összeesküvés miatt ezennel megfosztom rangjelzésétől. Szégyelje magát! Ha az édesanyád ezt megtudja... Így sújt le mindenkire a törvény szigora, uraim! Ha nem vigyáznak! Köszönj meg nekem is a családodnak, te lázadó! Tő! Sose lássalak többé! Tő! Thank you.